Barátok, ismerősök, tanárok, mennyi mindent köszönhettek nekik. Mindig segítettek, segítenek, és segíteni is fognak céljaitok elérésében. Minden jelenlévő kapcsolódik hozzátok, és számukra fontos a ti életetek. Következzen Tamás Kincső, rendvédelem 10. tanuló verse. Váci Mihály, valami nincs sehol. Süvítenek napjaink a forró sortüzek, valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jóttevőn, s valamit minden tedben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, és valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz boldoglásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból, valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk e hittetést hallani. De már ránk tört a tudás. Valami nincs sehol. És a mi dolgunk ezt bevallani és keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis. Belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol. De csak várj, még fel kell majd a nap. Meggyötört az ég, ha a múltat feldagadt. Várj, még fel kell majd a nap. Ha kell, hogy tiszta légy, mint gyermek önmagad. Várj, még fel kell majd a nap. Ha megzavar, hogy túlnyitott az ég, a csillaggal telt végtelen túl még, mint a
bölcső, biztos gömbbe zár a fény. De csak várj, míg fel kell majd a nap. De csak várj, míg fel kell majd a nap. Sosem vagy egy magam, csak túl kicsinke van. Várj, még fel kell majd a nap. Tudod, nincs mennyország, de minden síron nő virág. Várj, még fel kell majd a nap. Ezért együtt leszünk, még végtelen az ég. Együtt még a nap utoljára kér. Együtt mondjuk annak, ki még fél. Te csak várj, még fel kell majd a nap. Te csak várj, még fel kell majd a nap. A 14. évfolyam nevében Barta Gréta a sportrendvédelmi tagozatos tanuló búcsúzik tőletek. Búcsúzó diáktársak! Emlékeztek arra a napra, amikor 4 évvel ezelőtt még általános iskolás fejjel léptetek be a falak közé. Az első évnyitóra, az igazgató úr tekintélyt parancsoló hangjára, miközben lehetőségekről, vizsgákról, pontokról és a jövőben rejlő akadályokról beszélt. Arra a furcsa idegenre, aki elveszett tekintettel kereste a helyét a nagy tömegben, és végül melléd állt. Az első közös osztálykirándulásra. És arra az első pillanatra, amikor már érezted, hogy te is ehhez a közösséghez tartozol. Emlékeztek még mindenre? Az akkori új környezet most már a jól megszokott hétköznapokat tölti ki. Az a furcsa idegen, ma már a barátod, és most 4 év elteltével is ott áll melletted. Minden megszokottá vált, és az életed részévé. A vizsgákról és a további tervekről viszont már ti beszéltek, hiszen már rólatok szól. Sajnos azonban ezek a momentumok és az emlékük már csak egyet jelenthet, a búcsút. Búcsút az iskolától, az oltalmazó falaktól, tantermektől, ahol minden egy külön történetet mesélhetne el az életed egy adott pillanatáról. A legfájdalmasabb talán a társaságtól és az emberektől való elszakadás. A már jól ismert, segítő tanároktól, akik nélkül valljuk be, nem azok lennétek, akik ma vagytok. Na és persze a barátok, az a sok nevetés és a közös pillanatok tették a néhai szürke napokat viccesebbé vagy élvezetesebbé. Mindettől búcsúztok ma, de a búcsúnak is van egy sajátossága. Ha valami véget ér, valami új, el is kezdődik. A ti életetekben pedig ismét sorsdöntő dolgok következnek. Az első akadály, az az érettségi, ami a továbbjutásban segít, már csak pár napra van. A harmadikosok nevében mondhatom, köszönjük. Köszönjük a példát, amit ti állítottatok elénk. Néhány versenyen, sporteseményen, rendezvényen, ahol közösen képviseltük az iskolánkat, sokszor több motivációt adtatok, mint előtte bárki. Ma is büszkén tekintünk rátok. El sem hiszitek, mennyi mindent könnyítettek így a jövőt a számunkra. A ti jövőtöket is segíti sok apró tényező,
De mégis a legfontosabb, hogy ti magatok is higgyetek ebben. Mary Crew szavaival búcsúzom tőletek. Egyikünk életesen tökéletes. És akkor legyen bennünk kitartás, és mindenek előtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit kerül, amibe kerül, de meg tudjuk valósítani. Az elballagó osztályok nevében Vukics Viktória, rendvédelem 12-es tanuló köszön el. Tanévünk legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a végzős tanulókat, az őket ballagtató osztályfőnököket, a gyermekeikkel joggal büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves jelenlévőt. Nézz vissza most egy percre, nézz az útra. Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka. Nézz vissza, aztán ismét csak előre, s indulj tovább az alkotó jövőbe. Talán úgy igazán tiszta szívből szólok most, kedves végzős évfolyamtárs kollégáim és kolléganőim. Tudjátok, nagyon furcsa most itt állni, mert tarkon vágott a felismerés, hogy hát srácok, ennyi volt. Az a 4 év úgy telt el, mint egy álmos, hosszú vonatút. Minden megállónál leszálltak, és új arcok szálltak fel. Az idő múlása megszűnt létezni. Zögykölöttünk, és csak annyi tűnt fel, hogy te, ezek a gólyák egyre kisebbek. Mi azért nem voltunk ilyen kicsik, vagy igen? Na, biztos, hogy nem. Bizonyos szempontból hosszú volt ez a pár év. Hosszú, mert hérfőmődestet úgy távot tettünk meg azért, hogy most mi feszenkessünk az iskola udvarán, elegánsan és komolynak öltözve. Ez alatt kiismertünk mindent, melyik tanteremben melyik szék billeg, hol lehet észrevétlenül puskázni. Jaj, nem igazgató úr, csak vicceltem. Ez alatt a 4 év alatt az osztályok egy átlag brazil szappanopera cselekmény görbéjét mutatták be. Barátságok alakultak ki, vagy éppen mentek tönkre. Szövődtek pletykák, harcok, szerelmek. Ez alatt az évek alatt gátlástalanok voltunk. Gátlástalanul rohantunk felnőni, miközben szüleink és tanáraink idegeire mentünk. Ezúton is köszönjük nekik a kitartást, a szidást és az esetenkénti félrenézést. Még itt áll előttünk 4 évnyi próbatétel összegyúrva az érettségi. Majd kirepülünk innen, és ahol korábban szárnyainkat bontogattuk, hűltájunk marad. Ha most megkérdeznék tőlünk, mit akarunk az életben? Nem tudjuk rá a választ. Nem annak van itt az ideje, hogy komoly döntéseket hozzunk. Csalódnunk kell, hibákat elkövetni, komolytalankodni és szerelembe esni, lázadni, megtapasztalni mindent, rossz útra térni, sokszor, vagy az árral szemben úszni. De legfőképp, hogy megtaláljuk önmagunk, hogyha egy nap újra megkérdezik tőlünk, mit akarsz az életben? Már tudjuk rá a választ. Felkérem Horváth László igazgató urat, mondja el a ballagási beszédét. Tisztelt vendégek, kedves fiatalok! Iskolánk nevelőtestülete és minden dolgozója nevében tisztelettel köszöntöm végzős diákjainkat, osztályfőnökeiket, szüleiket, hozzátartozóikat és valamennyi kedves vendégünket. Külön köszöntöm Király József urat, helyi önkormányzati képviselőnket, intézményi tanácsunk városi delegátját. Kedves fiatalok! A ballagás felemelő ünnepélyes alkalmából vagyunk jelen szülőkkel,
rokonokkal, barátokkal. Ebben az órában kavarognak bennünk az érzelmek, hiszen útra bocsátjuk tanítványainkat, és furcsa érzés, hogy ez az utolsó találkozás. Bízom benne, hogy az eltelt 4 év alatt olyan kapcsolat alakult ki a bereckis közösségben, hogy a jövőben továbbra is figyelemmel kísérhetjük pályafutásotokat. Tudom, büszkén vallják magukat bereckiseknek, hiszen az idén 110 éves évfordulóját ünneplő iskola mindig közösségformáló intézménye volt, és maradt a bajai középfokú oktatásnak. Az ünnepet most is hagyományainknak megfelelően éljük meg. A ballagó diákok által bejárt út a diákévek állomásait veszi sorba. Az osztályteremből indulva, az iskola folyosóján keresztül a parkba, a kopjafa elé vezet, majd ezt követően az ünnepség zárásaként névadónk szobrát koszorozzuk meg. Az út, mint szimbólum, életünk szerves építőköve. Minden térben és időben zajló folyamat legelemibb jelképe. Iskolánk hosszú utat járt be az elmúlt 110 év alatt. 1904-ben a földművelési miniszter döntése alapján nyitotta meg kapuit a Bajai Királyi Állami Kertmunkás Iskola. Ezt követően 70 évig a minisztérium irányítás alatt működött, majd 1974-től 2013. augusztusáig számos irányítója volt iskolánknak. Most pedig visszatértünk szakminisztériumunkhoz, újból a Vidékfejlesztési Minisztérium iskolán fenntartója. Kedves ballagó diákok! Eltelt 4 év, felnőttek, idősebbek lettek. Pedagógusok és szüleik azért küzdöttek, hogy végzős fiataljaink megszerezzék a tudást és felkészüljenek a felnőtt életre. Örömmel és megelégedéssel jelenthetem be, hogy ez sikerült, és készen állnak arra, hogy tudásuk megméressék. Nem volt könnyű dolgunk, hiszen meg kellett találni az egyensúlyt a mai kor igénye, elvárása és az oktatási folyamatban lévő lehetőség között. Ezt legegyszerűbben Arthur Conan Doyle gondolataival tudom megvilágítani. Tudja, én úgy képzelem el az emberi agyat, mint egy üres szobát, ahol tetszés szerint hord be az ember bútort. A bolond sok különböző mindenfélét kever össze, válogatás nélkül, kihagyva a nélkülözhetetleneket, míg a munkás ember csupán szerszámait hordja be, melyre feltétlenül szüksége van, és azokat a legnagyobb rendben tartja. Hiba azt hinni, hogy a kis szoba tágítható volna, mert eljön az az idő, amikor az ember lényegtelen apróságok árán alapvető dolgokat elfelejt. Fontos tehát, hogy csak a legszükségesebbeket hordja be. Remélem, hogy a legszükségesebbek a mai kor követelményének megfelelő tudás bekerült ebbe a képzeletbeli szobába. Ami rajtunk, tanárokon, szülőkön múlott, megtettük. Nektek csak az a dolgotok, hogy éljetek a lehetőséggel, a döntésjogával és felelősségével. Ezentúl már mindig, hiszen felnőttek vagytok. Tájékozódjatok mindig alaposan, és aztán induljatok el azon az úton, amelyet jónak, becsületesnek tartotok. Kedves ballagók! Ünnep a mai nap, meghatottnak látok mindenkit. Nem csodálkozom, hiszen mi pedagógusok formálói lehettünk annak a csodálatos életszakasznak, amikor a gyermek felnőtté érik. Higgyétek el, ezek az évek nyomot hagynak mindenkiben. Hiszem azt, érzitek, hogy fontosak vagytok nekünk. Az elmúlt évek alatt rá kellett jönnötök arra, hogy az ember attól követel, akit tisztel. A kölcsönös tisztelet az együttműködés alapja. Kollégáimmal együtt örültünk minden sikernek, átéreztük a kudarc okozta fájdalmat, bánatot egyaránt. Azonban nem csak mi adtunk nektek, hanem mi is kaptunk tőletek sok mindent. Kedvességet, vidámságot és többször sikerélményt is, ami erőt,
és biztatást ad a további folytatáshoz. Régi bölcsesség, hogy annak teremnek a legszebb virágai, aki a legnagyobb gonddal, szeretettel foglalkozik velük. Mi e szerint gyakoroltuk hivatásunkat. Kedves ballagók, tisztelt vendégek! Iskolánk alapítása óta nagyon sok változást élt meg. A Berecki ma egy olyan iskola, amely összetudja ezt egyeztetni a különböző érdeklődésű diákok oktatását a fenntartó minisztérium szándékával, ahol a tradíciókkal rendelkező agrárszakemberképzés mellett megtalálja számításait a rendvédelmi és sportiskolai tanuló egyaránt. Elismerik értékeinket, melyet a fejlődés iránti elkötelezettség és a tradíciók tisztelete alapozott meg. Beérett a munkánk gyümölcse, hiszen szakmai területeken és a sport terén is az ország legjobbjai közé kerültek a diákjaink, amely megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. Ebben a tanévben 20 fő húsipari termékgyártó osztályfőnökük Kemény Zoltán, 19 mezőgazdasági gépüzemeltető gépkarbantartó és 5 zöldségtermesztő tanuló, osztályfőnökük Gyurkics Tamás készülnek a szakmai vizsgára. Közülük ketten már most a vizsgák megkezdése előtt szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek, kiváló versenyeredményeiknek köszönhetően. A mezőgazdasági gépésztechnikus csoportban 11 fő végez, osztályfőnökük Tekett László. A kertészgépész osztályban 30 tanuló, osztályfőnökük Hodován Péter, a rendvédelmi pályára elkészítő osztályban 37 tanuló, osztályfőnökük Nyirati Béla, és a sportiskolai tagozaton 22 tanuló, osztályfőnökük Király Ákos készülnek az érettségi vizsgára. Bízom benne, hogy a végzősök közül az érettségi vizsga után sokan választanak majd az általunk kínált továbbtanulási lehetőségekből, hogy biztos szakmai tudás és középfokú iskolai végzettség birtokában nagyobb esélyük legyen a továbbtanulásra, a munkavállalásra. Kedves ballagok! A 2014. év sikereire sokáig fogunk emlékezni. Idézzük fel most ezeket, nem elfeledve azokat a tanulókat sem, akik nem értek el országos helyezéseket, de becsülettel helytálltak a mindennapi életben, és társaiknak példát mutatva gazdagították közösségünket. Először azoknak a diákoknak a nevét fogom felolvasni, akik igazgatói dicséretben részesülnek, ők az elismerésüket a ballagás után az osztálytermeikben vehetik át osztályfőnöküktől. Következzenek tehát először ők. A kertészgépész 12. osztályból igazgatói dicséretben részesülnek közösségi munkájukért Podor Brigitta, Igaz Tímea, Kuruc Anett, Szél Beáta, Szőnyi Ágnes, Szabó Viktória, Mityók Tímea, Sörös Fanni. Gratulálunk nekik! A sport 12. osztályban a lány labdarúgásban elért kiváló eredményeiért igazgatói dicséretben részesülnek a következő tanulók. Szvorény Klaudia, Petri Diana, Takács Ingrid, Rigó Orsolya. Gratulálunk nekik! A rendvédelmi 12. osztályban Geleta Máté, I. és Gábor 4 éves sporttevékenységéért, Demeter Adrien pedig jó tanulmányi eredményéért részesülnek igazgató dicséretben. Gratulálunk nekik! Most pedig azok a tanulók, akik a nevüket hallják, arra kérem, hogy fáradjanak majd ki, hiszen ők olyan nevelőtestet elismeretlen részesülnek, amit most vehetnek itt át az ünnepség keretében. Tehát a végzős technikus osztály tanulói közül kérem, hogy Patarcsics Attila, illetve Monostori Dávid fáradjanak ki,
Patacsit Attila jó tanulmányi eredményéért, Monostori Dávid pedig az országos szakmai tanulmányi versenyen elért eredményéért kapnak elismerést. A végzős húsipari terménygyártó osztály tanulói közül Berger Lászlót kérem, hogy fáradjon ki, aki a országos szakmai tanulmányi verseny dörtőjében kiválóan teljesített. Gratulálunk, Lacinak! A Sport 12. osztály tanulói közül a futszál országos versenyen labdarúgás sportágban elért eredményért nevelőtestületi dicséretben részesülnek, és fáradjanak ki Sibinger Dávid, Farkas Krisztián, Krejs Zoltán és Pintér Roland. Szintén ebben az osztályban tanulnak Gálos Viktor és Gáros Roland. Nagyon sokan hallottuk már a nevüket. Ökölvívás sportágban kiváló teljesítmény nyújtottak. Kérem, fáradjanak ki elismerésben részesülni. Sport 12. osztályban Ádám Vivien részesül még elismerésben, lány labdarúgásban ért el kiváló teljesítmény. Gratulálunk Viviennek! Rendvédelmi 12. osztályból megkérem, hogy fáradjon ki Bodrogi István, Juhász Anett, I.E. Zsolt, Bucséter Márk és Drovina Tamás. Bodrogi István kiemelkedő sportteljesítményért, Juhász Anett közösségi munkáért, I.E. Zsolt az országos középiskolai rendészeti versenyen elért 5. helyezéséért, Bucséter Márk és Drovina Tamás pedig a rendvédelmi csapatversenyen elért 3. helyezésért részesülnek elismerésben. Gratulálunk! Évek óta hagyomány, hogy iskolánk alapítványa jutalomban részesíti a kiváló tanulmányi eredményt elért tanulókat. Megkérem Radnóti Miklóst, alapítványunk elnökét, hogy fáradjon ki és adja át alapítványunk elismerését. Iskolánk alapítványa minden évben a legjobb tanulmányi eredményre rendelkező tanulókat díjazásban részesíti. Szakképző évfolyamon a legjobb eredménnyel Monostori Dávid szerepelt. Kérem a Dávidot, hogy vegye át a díját. A szakközépiskolai iskolatípusban pedig a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező hölgy tanuló Demeter Adrián. A jobb között is vannak még jobbak, úgyhogy megkérem Jankó Ádám, Borsos Bálint, Sábi Dávid,
Nemes János és Liska Judit tanulókat, hogy fáradjanak ki erre a füves középső területre. Ádám, megkérlek, hogy állj a szélére, hogy tudják mindannyian, hogy kiről beszélek. Köszönöm szépen. Jankó Ádám 4 éve a Berecki Máté szakképzőiskola tanulója. Kiemelkedő szakmai érdeklődése már a 9 és 10. évfolyamon látható volt, mely a későbbiekben csak fokozódott. Ádám tanulmány eredménye minden évben jó volt, messze kiemelkedett a csoportjában. Elhivatott a mezőgazdasági gépüzemeltetés iránt, az iskola és a külső gyakorlóhelyen kapott feladatokat mindig fegyelmezetten, precízen hajtotta végre. Otthon szülei gazdaságában rendszeresen segít, a gazdálkodást életcélként fogja fel. Az őt tanító pedagógusok Ádám szakmai tudásával, elhivatottságával maximálisan elégedettek voltak az évek során. Ádám magatartásával, viselkedésével is kitűnik tanulótársai közül, fegyelmezett, tisztelettudó diák. Példát mutat társainak. A mindennapokban általában jókedélyű, vidám, társaságban nem hangadó, ugyan viszont szimpatikus a viselkedése, egész emberi lénye, rendkívül szorgalmas, környezetére igényes. Több szakmai tanulmányi versenyen is részt vett, csapatban a Fertődi Porpáci Aladár Kertészeti Emlékversenyen 2012-ben első helyezést, 2013-ban pedig 4. helyezést ért el. Idén pedig a szakma kiváló tanulója verseny döntőjébe jutott, és ott az előkelő 13. helyezést ért el, teljesítményével már megszerezte a jeles szakmunkás bizonyítványt. Jankó Ádám ebben a teljesítményével ebben az évben megkapja Bereckis Ív szakmunkása díjat. Gratulálunk Ádámnak, kérem fáradjon ki! A sor másik végén látjuk Borsos Bálintot, kertészgépész 12. osztályos tanulót. Bálint 2012-ben került a Berecki Máté szakképzőiskolába, ahol képességeivel kitűnt diáktársai közül. Elsősorban a humán tárgyak érdeklik. Úgy tűnik, hogy kezd esni az eső, megpróbálom még Bálint méltatását befejezni. Gyermekkorában is érdeklődött a sportok iránt. Nem biztos, hogy az idő megkímél bennünket. A lényeg, Bálint ebben az évben a jó tanuló, jó sportoló díjat veheti át a Berecki Máté szakképzőiskolában. És kedves vendégeink, nem szeretnénk már ezt a ballagást így félbehagyni. Ha tovább fokozódik az eső, akkor megkérem majd önöket, hogy egy 15 perc múlva folytathassuk a ballagást, ha pedig csak így, akkor arra kérem önöket, hogy próbáljuk még meg ezt a kis időt így kibírni, remélem, hogy sikerül. Tehát Bálintnak szeretném átadni a jó tanuló, jó sportoló díjat. Gratulálok! Bálint mellett láthatjuk Sárdi Dávidot. Dávid 2010-ben nyert felvételt a Berecki Máté szakképzőiskolába, 4 éven keresztül kitűnő tanuló volt, számos tantárgyi dicséretet kapott. A 2010-11-es tanévben az iskola legjobb tanulójáért díjat kaphatta meg. 2012-13-ban részt vett az Országos Középiskolai Rendészeti Csapatversenyen. Szintén ebben a tanévben részt vett a Városi Kommunikációs Versenyen, itt 2. helyezést értek el. Ebben a tanévben szintén tagja volt a Városi Kommunikációs Verseny résztvevő csapatnak, szintén 2. helyezést ért el. Ebben az évben a 10. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatversenyen a 3. helyezést elért csapat tagja volt. Elnyerték a legjobb Bács-Kiskumei csapatnak járó külön díjat. Sportterületén kiváló teljesítményt nyújtott Dávid. A bácskai sárkánypárbajon ifjúsági kategóriában 1. helyezést ért el, ezért ebben az évben megkapja az év Bereckise díjat. Gratulálunk, Dávid!
megérsz a sernyő? Erre jött. Nem? Thank you.